Hivatalosan is átadták a Gyulai Ladics házat, a 100-150 évvel ezelőtti polgári világot egyedülállóan bemutató gyűjteményt. A megújult épület megőrizte az eredeti enteriőrt, de modern, interaktív eszközökkel is gazdagodott. A műsor második részében felcsíki és kalocsai táncokat láthatnak a Békés vármegyei gyermek és kisegyüttesek gyulai találkozójáról. Átadták a polgári kultúra értékeit bemutató épületet, a Ladics házat. Görgényi Ernő polgármester a csütörtök délutáni eseményen kiemelte, a magyar polgárság kultúráját csak kevés helyen mutatják be hazánkban. Ezek közül a leghitelesebb és legszebb a Gyulai Ladics ház. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat Gyulaváros önkormányzata nevében. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm miniszter helyettes urat. Az az egyedi eset áll fönn, hogy ő volt a kormány képviseletében jelen az alapkületételnél, és most pedig az átadó ünnepség főszereplőjeként láthatja, hogy mit valósítottunk meg. És szívből köszöntöm a Ladics család jelenlévő tagjait. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy osztoznak Gyulaváros polgárai közösségének örömében. Mert tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Ladics ház kiállító hely városunk egyik legszebb értéke. Magyarországon egyedülálló, különleges kiállítás. Sokfelé látogathatunk tájházakat, melyek bemutatják a paraszti kultúrát és életmódot. Több helyen kastélyokat látogathatunk, amelyekben megismerhetjük az egykori arisztokrácia világát. Békés vármegyében az első felújított kastély, amely országos hírnévre és elismertségre tett szert, a Gyulai Almási kastély volt, azóta a szomszédos szabadkigyósi Wenkheim kastély és a napokban a Geszté-Tisza kastély is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A Körösök völgye lassan a Loire völgyével fog vetekedni. A magyar polgárság kultúráját azonban csak kevés helyen mutatják be, és a kevés hely között a leghitelesebb és a legszebb a Gyulai Ladics ház. Miért? Azért, mert ebben egy egykor valóban létező gyulai polgárcsalád több generációjának életét és életmódját csodálhatjuk meg, az egykor tulajdonukat képező házukban, a saját bútoraik, a saját berendezési tárgyaik között. Nem véletlen, kedves barátaim, hogy Gyulán található a Ladics ház. Nem véletlen, hogy ebben a városban őrizték meg és éltetik büszkén a mai napig a magyar polgárság kultúráját bemutató kiállítóhelyet. Nem véletlen, hanem okszerű. Okszerű, ugyanis Gyula a megye polgári központja, a legjobb magyar polgári hagyományok letéteményese. Már a reformkortól, hiszen már 1841-ben a gyulai polgárok kaszinót alapítottak, amelyben a társasági élet és a művelődés kiemelt szinterét hozták létre. Majd 1861-ben a polgári körrel gyarapodott a társadalmi élet. A boldog békeidőkben gazdag és pezsgő kulturális és közösségi életet élt a város. Abban az időben, amelyet bemutat a Ladics ház kiállítóhely is, polgári körben, dalegyletekben, olvasókörökben, nőegyletekben, önképző és segélyező egyletekben élték meg polgári létüket, gyulaiságukat elődeink. Ki a polgár? Régóta folytatnak szemantikai vitákat a tudósok e kérdéskörben. De talán orientációs pontként Max Weber meghatározása az, amit érdemes alapul vennünk. A polgár a vagyon és műveltség embere, illetve a vagyon vagy műveltség embere. Kedves barátaim, a kommunista diktatúra a polgárság vagyonát elvette, de a műveltségétől nem tudta megfosztani a polgári osztályt. Ezért utódait próbálta megfosztani a tanulás lehetőségétől, és a polgári közösségeket büntette változatos módszerekkel. Ennek szellemében Gyulaváros polgárainak közösségét is büntették évtizedeken át. Mindjárt azzal, hogy 500 esztendő elteltével megfosztották városunkat a megyeszékhelyi rangtól. De
Ezt követően intézkedések sorozatával igyekezték elnyomni Gyula városát. Jól jellemzi a rendszer hozzáállását e polgári központhoz az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás. Vármegyénkben a megtorlás során mindössze két forradalmárt ítéltek halálra, Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt. Mindketten gyulaiak voltak. Ez sem véletlen, hanem okszerű. Ezt megtudhatjuk, hogyha elolvassuk a PER irataiból azt a zárt tanácskozási jegyzőkönyvet, amelyben Mátyás Miklós vérbíró megindokolta, hogy miért kell halálra ítélni e két gyulai fiatalt. Szó szerint idézem. A megyében történt nyugtalanságoknak mindig Gyula volt a központja, mivel társadalmi összetételénél fogva ez a város erősen polgári jellegű, és így a zavart keltő könnyebb talajra találtak, idézőjelbe zárva. Hölgyeim és uraim, hosszan sorolhatnám még azokat a szankciókat, amelyeket városunkkal szemben alkalmazott a kommunista rendszer a polgári kultúra miatt. Ám ez a város mindenek ellenére kitartott a polgári értékek tisztelete mellett, mert a műveltség megmaradt. Az elnyomott polgári családok szolidárisak voltak egymással. Az e-házban lakó Ladis György, mint ekkori hadmérnök, a szocializmusnak nevezett rendszerben például nem kaphatott képzettségének megfelelő munkát, de általában szellemi munkát sem. Ezért matematika korrepetálásból tartotta el magát, és a gyulai polgári családok hozzájáratták gyermekeiket. Édesapám is és édesanyám is hozzájártak matematika órára. Édesanyám sokszor felemlegeti Gyurka bácsi, mert ők így hívták, így hívják Gyurka bácsi sajátos humorát. Amíg a diák várakozott arra, hogy ő következzen sorra, rendszerint megkérdezte tőle Gyurka bácsi, na Erzsébet, kér egy fülest? És természetesen Gyurka bácsi nem a makarenkói pofontól várta a matek tudás gyarapítását, hiszen legendásan szerette a gyermekeket, és nagyon jó hangulat jellemezte a külön órákat. A kérdés valójában arra irányult, hogy a diák szeretné a Füles című rejtvény újsággal mulatni az időt, amíg ő következik. Hát így éltek a gyulai polgárok, hölgyeim és uraim, a szocializmus idején. A Ladis család szüleim nemzedéke életének része, élő szereplője volt. Köszönet és hála mindazoknak, akik tettek azért, hogy az utánuk következő generációk is ismerjék a Ladis család történetét, ezáltal a polgári értékeket. Elsősorban is hála és köszönet illeti a házban utolsó generációként élő Ladics Lászlót, Ladics Margitot és Ladics Györgyöt, akik szerződést kötöttek a várossal, és a városra hagyták a házat és teljes berendezési tárgyait, okirat állományát. Köszönöm szépen a Ladics család tagjainak, akik ezt támogatták, vagy éppen elviselték. Azt, hogy támogatottság is övezte ezt a lépést, egy nemrégiben birtokomba jutott levélből is megismerhettem, amelyet Ladics Klára írt 1982-ben a lányának. Idézem. A Népújságban egy nekünk érdekes közlemény jelent meg. Címe Gyulai Polgári Házból Múzeum. Múzeum lesz a Gyulai Ladics Ház. A jellegzetes kisvárosi polgári család otthonát bemutató múzeum. A tervek szerint jövőre nyílik meg. Eddig az idézet az újságcikkből is következik a levélből. Nagyon örülök, hogy szegény Gyurka terve így valóra válik. Gyurka boldog lenne, mégiscsak igaza lett neki. Így volt otthonunk, megbecsülésben részesül, és nem kallódik szanaszét értelmetlenül. Tisztelt hölgyeim és uraim, így mindazoknak, akik tettek azért, hogy a Ladics ház Gyula legszebb kiállítóhelyei közé tartozzon, nekik köszönhetjük azt, hogy ma a Ladics ház mindannak a szellemi és materiális érték együttesnek a megtestesítője, ami Gyula város múltját jelenti. Nagyon köszönöm miniszter helyettes úrnak, hogy kétszer is elvállalta meghívásunkat és tiszteletét teszi itt nálunk. Ennek a két nagyon fontos épületnek, most éppen a Ladics háznak a alapkőletételén és az átadó ünnepségén is. Ez a gyönyörű épület, ugyanúgy, mint nagyon sok gyulai középület, a
19. század elején a nagy gyulai égést követően került felépítésre, és első lakója ennek a háznak az a Szakál Lajos volt, akit költőként is jegyeztek, de amellett, hogy költő volt, a halála előtt majdnem pontosan közel egy hónappal ebben a házban e ház falai között Petőfi Sándort látta vendégül, akivel nagyon jó barátságot ápoltak. Ezt követően a ház maga a Stojanovics családnak került a birtokába. A Stojanovics család leszármazottjai közül többen éltek Gyulán, a közelmúltig is, és Ladics Györgynek, aki 1834-ben született, egy szegény, evangélikus, fésűs, szarvasi családtagjaként, és nagy karriert futott be. Ezt a házat Báró Stojanovics Szilárd, akinek a mellszobra a Csorvási úton látható a főút mellett, ajándékozta a fiatal házaspárnak lakóhelyül és a tulajdonukba is. Ezt követően mindvégig a ház a Ladics család tulajdonát képezte. Gyulának nekünk itt ebben a polgári városban azért nagyon fontos ez az épület, mert ez az egyedüli a Délalföldön, az egyedüli olyan épület, amely a polgári létnek minden elemét hitelesen, a kornak megfelelően mutatja be, és ez azért nagyon fontos, mert ilyen kiállítóhely nincs több, szinte egész Magyarországon. A Ladics család jelenlévő tagjainak azért szeretnék nagyon komolyan hálámat és köszönetemet kifejezni, mert valóban a városnak ajándékozták ezt az épületet, de azzal a meghagyással és azzal az előre vetített bizalommal, hogy a város esetében jó kezekbe kerül a Ladics ház kezelése, és ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Ladics család jelenlévő tagjai jelenleg is, ma is, ugyanúgy itthon érezhetik magukat ebben a házban, mint amikor valamikor életszerűen élték itt az életüket, és ez számunkra is nagyon fontos, hogy ez legyen közöttünk egy élő kapcsolat. Ezeknek a középületeknek, ezeknek az emblematikus épületeknek a megmentése mindannyiunknak közös feladata. Én a támogatások mellett, amelyet próbálunk természetesen biztosítani a városnak mindenképpen, polgármester úrnak és a város vezetésének, azt szeretném külön megköszönni, hogy ezek a beruházások mindig ilyen pontosan, időben, nem véletlenül mondom, pontos elszámolással, amelynek sajnos hiány vagyunk időnként a pályázati világban, nagyon jó minőségben, korhűen történnek meg ezek a felújítások, mindannyiunk közös örömére, és az ide látogatók üdvére is, mert Gyula egy olyan hely, ami történelmi fürdőváros. A Várfürdő egy nagyon fontos eleme az Almási kastéllyal együtt, de rengeteg olyan látnivaló van a Ladics ház mellettünk lévő 100 éves cukrászda, Erkel szülőháza és még sok más egyéb, a gyulai vár, mely szintén felújításra került, amely, ha az időjárás nem fogadja kegyeibe az ide látogatókat, olyan szabadidő eltöltésére ad itt lehetőséget Gyulán, ami nekünk nagyon fontos, és amire szintén büszkék vagyunk. Én gratulálok a felújításhoz, a Ladics családnak mindannyiunk nevében szeretném köszönetünket együttesen kifejezni, és én is azt kívánom, hogy mindannyian és az ide látogatók érezzük itt Gyulán mi is, a gyulaiak otthonunknak a Ladics házat, látogassunk el ide gyakran, minden vendégünket hozzunk el ide, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, méltó, korhű kiállításnak lehetünk itt, mint legyen a szent tanúi. Kovács József képviselő úr az előbb köszönetet mondott azért, hogy itt voltam és eljöttem a Ladics ház felújításának alapkövét is elhelyezni, és itt vagyok, eljöttem ezt a csodálatos, felújított épületet átadni. Köszönetet viszont úgy érzem, hogy nekem kell mondani, több okból kifolyólag. Egyrészt nekünk politikusoknak viszonylag ritkán adatik meg az, hogy egyszerre vehessünk részt egy fejlesztésnek a kezdeténél, legyünk ott, és
viszonylag ritkán adatik meg, hogy ugyanennek a fejlesztésnek, ugyanennek a projektnek a befejezésénél is legyen lehetőségünk ott lenni. Nekem ez most a gyulaiak jóvoltából megadatott hála érte. A másik, amiért rendkívül örömmel mondtam igent képviselő úr felkérésére, az pedig az, hogy ez a projekt, ez a program, a Gyulai Ladics ház felújítása véleményem szerint több szempontból is példaértékű. Példaértékű azért is, mert nem kellett egy év, hiszen az alapkületétel az tavaly augusztusban volt. Nem kellett egy esztendő, néhány hónap alatt ilyen fantasztikus módon eredeti szépségébe tudták helyreállítani ezt a páratlan értékű, polgári kultúrát hordozó épületet a teljes belső tartalmával, a teljes berendezésével. Példaértékű tehát az, hogy hogyan lehet gyorsan, szépen és jól egy vízióból valóságot tenni. Milyen csodákra vagyunk képesek összefogással, kormány és önkormányzat, ország és helyiek, jelen esetben Magyarország és a gyulaiak összefogásával. Legyen ez a kezdeményezés, legyen ez a projekt, a gyurai ház felújítása, megújítása, rekonstrukciója, példa minden magyar település, minden magyar közösség számára, hogy hogyan tudunk együttes erővel összefogva helyiek, és összefogva helyiek és a nemzet milyen csodákat tudunk alkotni. Mert hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez olvashatjuk Magyarország alaptörvényében. Kinyilvánítjuk azt is, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése, úgy, mint itt Gyulán is, az állam és mindenki, jelen esetben az önkormányzat és minden gyulai polgár kötelessége. Tisztelt hölgyeim és uraim! Örömmel jöttem, örömmel vagyok itt, mert az elmúlt években nem csupán a tavalyi alkalommal, hanem számos más alkalommal is volt lehetőségem Gyulára jönni, mindig egy olyan esemény apropóján, amely identitást képző erővel bírt, és hozzájárult ahhoz, hogy a város szellemi, lelki és anyagi értelemben is gyarapodjon és gazdagodjon. Minden egyes alkalommal nagyon jól eső érzéssel és elismeréssel tölt el az a tudat, hogy Gyula város közösségének és vezetőinek együttműködéséből valami új, valami rendkívül értékes jön létre. Ez a közösségi értékteremtés egyszerre vonzó turisztikai és idegenforgalmi szempontból, ugyanakkor identitás formáló és erősítő hozzájárulás a nagy közös egészhez, a nemzet, az ország és a kontinens gazdag kultúrájának még színesebbé tételéhez. Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország kormánya ennek szellemiségében az egyén és a közösség és saját kormányzati felelősség vállalására támaszkodhat együttesen. Műemlékeink, minket követő generációnk számára tovább örökítésében, elkötelezettségünk jeleként minden olyan folyamatot támogatunk és támogatni fogunk, amely az érték megőrzés révén hozzájárul ehhez a közös nagy nemzeti feladatunkhoz. Így újulhatott meg, ennek az együttműködésnek a keretében újulhatott meg Gyula város büszkesége, a Ladics ház is, amely a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül mintegy 374 millió forintból valósult meg, és hozzájárult a város önkormányzatának turisztikai, illetőleg a szélesebben vett egész gyulai térség természeti adottságaira épülő kulturális és aktív turisztikai kínálatainak fejlesztéséhez, bővítéséhez. Ez a program
hozzájárul épp úgy ezekhez a célokhoz, mint ahogyan a Várfürdő, mint ahogy a Gyulai Vár, mint ahogy az Almási Kastély, csak hogy a legismertebbek és legnépszerűbb látványosságokat említsem, amelyek szintén megújultak az elmúlt esztendőkben. Vagy éppen beszéljünk a gyulai kolbászról, és az e köré, a kolbász köré épülő turisztikai attrakcióról, amely minden esztendőben látogatók sokaságát vonza ide a városban. Mindamellett engedjék meg, hogy felsorolásszerűen még néhány olyan fejlesztésről is szót ejtsek, amelyek az elmúlt esztendőkben itt a városban valósultak meg, mert bizony, ilyenkor fontos számot vetnünk, hogy honnan, hová jutottunk. Mert utak, kerékpárutak újultak meg az elmúlt mintegy másfél évtizedben. Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsödött, befejeződött a Galbács kerti óvoda otthonosabbá tétele, és nagy átalakuláson ment keresztül a déli ipartelep is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Városnak és városinak lenni egyszerre büszkeség és felelősség. Joggal töltheti el önöket büszkeséggel az, amit szorgos munkával, sok lemondással, ugyanakkor összefogással és fegyelmezett gazdálkodással elértek, és igyekeznek továbbadni a jövő nemzedékeinek. Épp ebben rejlik a felelősség is. Felelősség azért, hogy milyen települést, milyen várost hagynak az utókorra. E munka során minden bizonnyal szükség volt és szükség van olyan vezetőre is, aki tisztában van azzal, hogyan lehet összehangolni a terveket a realitásokkal. Az immáron 15 esztendeje a helyiek bizalmából a várost irányító polgármester Görgényi Ernő úgy gondolom kiváló munkát végez. Mutatja ezt a választói bizalom és a város fejlődése is, amely válság ide vagy oda töretlen. Olyan ez, mint a hajó, amely az olykor viharos tengeren is biztosan szeli a habokat, ha a kapitány tudja az utat, honnan, hová kíván haladni, és az őt segítő és támogató legénység is egyet akar biztonságosan célba jutni. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben, a cél tekintetében még sok munka van a város előtt, de látva ezt a példamutató összefogást és a kormányos, azaz polgármester úr határozottságát, nincs kétségem afelől, hogy ez a fejlődés az elkövetkező esztendőkben tovább folytatódhat, és még ígéretesebb jövő állhat Gyula városa előtt az elkövetkező 5 esztendőben. Ahogy mondani szokás tehát, győztes csapaton ne változtass. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez a mai ünnep is fényesen bizonyítja azt, hogy mennyire fontos egy közösség életében az identitás, a valahová tartozás élményének megélése. És mindezzel kéz a kézben jár a kohézió. Az identitás egyszerre jelenti a városhoz tartozás érzését, az adott városrészhez való kötődést is, a kohézió pedig az összetartozást, az együttműködést, a közös programok, akciók megvalósítását. Ami Gyula városában történt az elmúlt mintegy másfél évtized során, jól mutatja azt, hogy a lelkesedés, az összefogás és az együttműködés mekkora identitás képző erőként hat egy város, egy térség, vagy éppen egy egész ország életében. A múltból táplálkozva lehet és kell építeni a jelenben, hogy jövőnk legyen. Jövőnk legyen még úgy is, hogy napjainkban számos olyan nehézséggel és kihívással kell szembenéznünk, amely nehézségek és kihívások éppen ezzel a békés, építő, teremtő munkával ellentétben hatnak. Ezért ma különösen is fontos, hogy a békébe vetett hittel és reménnyel nézzünk a jövőbe. Mert csak így lehet építkezni, mert csak így lehet gyarapodni. Amikor vasárnap az urnák elé járulunk, mondjunk tehát határozott igent Magyarország, a magyar nemzet és egész Európa békéjére. Védjük meg mindazt az értéket, amelyet közös munkával hoztunk létre itt Gyulán, és amellyel nem csak mi magyarok,
hanem az egész kontinens is gazdagodott, gazdagszik. Tisztelt hölgyeim és uraim, e gondolatok jegyében vegyük birtokba a felújított, megújult, gyönyörűséges Ladicsházat. Miniszterhelyettes úrral két nappal ezelőtt, sőt tegnap, a két nappal ezelőtti Nemzeti Összetartozás napja alkalmából vettünk részt egy rendezvényen közösen. Ünnepelve emlékeztünk a 104 évvel ezelőtti tragikus eseményekre, illetve ünnepeltük az összetartozás, a kohézió örömét és tényét, a nemzeti összetartozásét. Akkor fizikai veszély, megsemmisülés fenyegette a nemzetet. Most sokkal szofisztikáltabb támadások pusztító hatása, annak kell ellenállni, nem csak nekünk, Európa nemzeteinek, közösségeinek, amelyek abban nyilvánulnak meg, hogy őrült ideológiák szeretnének késztetni, sőt kényszeríteni bennünket, hogy adjuk fel nemzeti, családi, hitbeli, kulturális, nembeli identitásunkat. És ez ellen a legjobb védekezés nem a fegyverek, hanem a béke, ez most nem szójáték akart lenni a háborús helyzetre vonatkozóan, hanem valóban a gyökereink nemhogy elutasítása, hanem megismerése, vállalása, és a gyökereinkből, a múltból való erőmerítés, mint az identitás erősítése. És az identitás, erős identitásban, annak megvallásában, ahogy polgármester úr is említette, a gyulai polgárok, Gyula városa mindig példamutatóan járt el, példaértékűen viselkedett nehéz és kevésbé nehéz helyzetekben egyaránt. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék arra is asszociálni, hogy ezzel a mai átadással is erről van szó igazából. A város nemhogy nem felejti, hanem tudatosan felidézi, őrzi, emlékezik múltjára, gyökereire, és ebből merít erőt. Ezekkel a gondolatokkal kérem a mindenható Istent, hogy áldja meg ezt a házat, ezt a kiállítást, áldja meg mindazokat, akik ide ellátogatnak, itt körülnéznek, hogy családi, nemzeti, hitbeli, kulturális identitásukban erősödve tudjanak gazdagítani, tudják gazdagítani egymást és az egész társadalmat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ünneplő közösség, szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy akik bennünket ismernek, tudják, hogy László püspökkel sokszor van közös szolgálatunk, összeköt bennünket az egy Istenben való hitünk és a Krisztus szeretetünk. És én különösen is mondhatom Békés megyeiként, hogy mindig hazaérkezem ide, és örömmel jövök most a gyulai barátaink közé együtt örülni a megújult Ladicsháznak, együtt ünnepelni veletek. És mielőtt valóban végigjárnánk, kérjük közösen Isten áldását. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a házat, a Ladicsházat. Köszönjük neked az idáig vezető utat, hogy megáldottad meg annyi igyekezetünket, fáradozásainkat. Legyen áldásod a hétköznapokon és ünnepnapokon, minden órán és eseményen, amit a falak közt átélhetünk. Tied legyen a dicséret és a dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Isten oltalmába ajánljuk ezt a házat és a Ladics családot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az ősök áldott emlékét őrizze a megújult Ladicsház, mint az emberi hála jele. Az Úr áldjon meg mindenkit, aki átlépi a ház küszöbét, hogy az előttünk járt generációk életét megismerve, Isten mindenkoron átívelő hordozó szeretetében, lélekben és ismeretben gazdagodjon. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.